Rengeteg elképesztően gyönyörű strand létezik a világon. Többek között Hawaiion, a Maldív-szigeteken vagy Bora Borán. Azonban léteznek olyan helyek is földünkön, amiket nem árt nagy ívben elkerülni, ugyanis látogatásuk akár tragikusan is végződhet. Ez a strand Cancúnban található és Mexikó egyik legszebb részének tartják. Azonban van rossz oldala is, egy másik néven is szokták emlegetni, mégpedig úgy, hogy a halottak partja. A strand általában nyugodtnak és biztonságosnak tűnik, azonban hullámjai olyan erősek és hatalmasak tudnak lenni, hogy sajnos már rengeteg ember vesztette itt az életét. A strand hírnevének következtében egy külön életmentő csapat dolgozik csak ezen a partszakaszon, hogy elkerüljék a további tragédiát. Ez a partszakasz Ausztrália egyik szigetén található, azonban épeszű ember nem strandol ezen a környéken, ugyanis a környező vizekben cápák és medúzák úszkálnak. Ha ez még nem lenne elég, napozni sem lehet a földön fekve, ugyanis a szigetet mérges pókok és krokodilok lakják. Harmadik helyen egy újabb ausztrál strand található, ahol a legnagyobb veszélyt a vízben élő medúzák jelentik. Ezek az állatok akár 30 cm szélesre is megnőhetnek, valamint több mint 60 csápot is növeszthetnek, amelyek több mint 180 cm-esekre megnőnek. Színük átlátszó, ezért nagyon nehéz őket észrevenni. Ha egy ilyen medúza megcsíp, mérgének köszönhetően akár 5 perc alatt bele lehet halni. Az 1880-as évek óta több mint 70 ember halt meg ezen a partszakaszon ezeknek a medúzáknak a csípésétől. Ha esetleg úti célként Dél-Afrikát választod, és a Gensby strandon tervezel fürdeni, jusson eszedbe ez a videó, ugyanis az a nap könnyen az utolsó lehet az életedben. Ezeket a vizeket rengeteg fehér cápa lakja, így az egyetlen biztonságosnak mondható lehetőség arra, hogy megmártóz ezekben a ketrecekben lehetséges cápák társaságában. Az utolsó helyen a listán egy olyan sziget található, ami messze a legveszélyesebb mindközül. A sziget strandjain nem a cápáktól vagy a mérges pókoktól kell tartani, hanem a szigeten élő benszülöttektől, akik teljes mértékben elzárkóztak a világ elől. Bárki, aki a sziget közelébe megy, legyen az repülővel vagy hajóval, hatalmas veszélyben érezheti magát, ugyanis az ott lakók gondolkodás nélkül támadnak. Ha tehetnétek, ti hová utaznátok el nyaralni? Válaszaitokat írjátok meg egy kommentben, és ha tetszett a videó, ne felejtsétek el lájkolni és megosztani az ismerőseitekkel. Találkozunk a következőben, sziasztok!